mai témáink. Andy Vajna előtt két nappal vette meg a TV2-t Fonyó Károly cége a Megapolis Media ZRT. Éppen ezért az ügyvezetők nem adhatták volna el a céget a kormánybiztosnak, állítja Fonyó Károly. Az üzletembert kérdezzük. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Izgalmas volt ez a mai nap, és még nincs vége. Délután bejelentette Andy Vajna egy sajtótájékoztatón, hogy már rég szeretett volna televíziót, és a mai napon meg is vásárolta, aláírták az erről szóló adásvételi szerződést, ezt láthatták a híradóban is nálunk. Aztán délután megjelent egy közlemény, Simicska Lajos média vállalkozásait régóta irányító Fonyó Károly által vezetett cég nevében, és bejelentették ebben a közleményben, hogy ők már két nappal korábban megvették a TV2-t. Tehát két nap alatt kétszer sikerült eladni és megvenni a TV2 média csoportot. Felolvasom önöknek szó szerint ezt a közleményt. A Megapolis Media ZRT, ez Fonyó Károly cége, 2015. október 13-án megvásárolta a TV2 Media Group Holdings Kft. 100%-os üzletrészét. Ezzel közvetett módon a TV2 országos médiaszolgáltató tulajdonosává vált. A Megapolis Media ZRT a mai napon Ivon Perla Dedrik és Simon Zsolt János ügyvezetőket, a TV2 Media Group Holdings Kft. Ügyvezetői tisztségéből azonnali hatállyal visszahívta. Figyelemmel arra, hogy a TV2 csatornára vonatkozó adásvételi szerződést a tulajdonos hozzájárulása nélkül kötötték meg. Fonyó Károly van a telefonnál, jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok, és üdvözlöm a csatorna kedves nézőit is! Na segítsen a megértésben. Először is kitől vette meg ön a TV2 csoport 100%-os tulajdonát? Hát az ön által is említett két céget képviselő tisztségviselőktől, Ivon Dideliktől és Simon Zsolttól. De hogy effektíve az adásvételi szerződésnél ők is ott voltak? Ezt azért kérdezem, tehát azért fontos a jelenlétük. Tehát tudomásuk volt arról, hogy két nappal ezelőtt az ön által vezetett cég nevében ön megvásárolta a 100%-os tulajdonrészt? Természetesen tudomásuk volt róla. Én most miértben nem is mennék be ennek a szerződéses konstrukciónak az ismertetésével, aminek alapján megvásároltuk a TV2-t birtokló tulajdonló cég részvényét, illetve üzletrészét, de természetesen tudomásuk volt mind a két említett személynek a adásvételi szerződés létrejöttéről. De hát ez nem életszerű, hogyha ügyvezetőként, és hát ráadásul nem egy, most senkit nem akarok megbántani, nem egy sarki trafiknak a tulajdonosa vagyok, ügyvezetője vagyok, hanem egy ekkora nagy média vállalkozásé, és tudomásom van arról, hogy ezt már két nappal korábban eladtam, akkor két nappal később miért adnám el? Én ezt a megnevezett két emberből, vagy emberről egyáltalán nem feltételezem, tehát nekem itt valami nem tiszta. Ebben teljes mértékben egyetértek önnel. Én legalább olyan értetlenül állok a fejleményekkel szemben, mint ön, de annak a szerződéses konstrukciónak a részleteit, amit említettem, azt igazából nem szeretném most például nagy nyilvánosságra hozni, mert ezek az üzleti titkok körébe tartoznak. Értem. De tudomásunk igen? Volt róla, igen. Önnek eddig is, tehát október 13-át megelőző időszakban is volt tulajdon része a TV2 csoportban? Nem volt tulajdon része. Semennyi? Tehát, hogy ez egy teljesen friss beszerzés? Semennyi, ez ilyen értelemben a már említett szerződések alapján egy teljesen friss beszerzés, ha úgy tetszik. Én azt is olvastam korábbi, mert azért azt ön is pontosan tudja, részese volt ennek a hírfolyamnak, hogy azért újságírók hada próbáltak kideríteni, hogy pontosan ki áll a TV2 tulajdonosi hátterében. És itt mindenféle feltételezések születtek. És ezen feltételezések sorában lehetett olvasni azt is, hogy önöknek elővásárlási joguk volt, tehát volt egy opciós szerződésük erre a cégre. Ez igaz, vagy csak feltételezés? Én sem cáfolni, sem megerősíteni nem szeretném ezt az állítását. Hát ebből arra következtetek, hogyha nem így lenne, akkor azt mondtam volna, hogy ez szemenszedett hülyeség, de akkor ezek szerint diplomatikusan visszautasítja. Igen. Mármint, hogy a válaszadást. Hogyan tovább?
Tehát én nem hiszem, hogy itt bármelyik fél, akár ön, akár Andy Vajna és az általa tulajdonolt cég összes képviselője ebbe belenyugodna, hogy ez most így történt. Mire számít? Természetesen jogvitákra számítunk. Erről ma délután már egyeztetés is folyt a cégünket képviselő ügyvédekkel, és szerintem az elkövetkező napokban fog körvonalazódni, hogy milyen formában, milyen jogi lépéseket kívánunk megtenni. Azon felül, amit ön ugye már felolvasott, és amit a közleményben nyilvánosságra hoztunk, hogy a holding cég, tehát az üzemeltető holding cég két tulajdonos ügyvezetőjét a mai naptól az ügyvezetői megbízásukból visszahívtuk. Ezt nyilván a jogvita fogja majd eldönteni, lehet, hogy évek múltán, de akkor ön most az ön vélelmezése állítása alapján, ön az ügyvezetője október 13-ától kezdve a TV2 csoportnak? Nem, a TV2 csoportnak nem, hanem a TV2 Media Holdings Kft.-nek, aminek a tulajdonában van a TV2 csoportot üzemeltető részvénytársaság is. Értem. És miért várt eddig a bejelentéssel? 13-án már akkor is lehetett olvasni arról, hogy itt készülődik a évszázad egyik nagy üzlete a TV2 és Andy Vajna között. Miért vártak két napot? Tulajdonképpen nem két nappal ezelőtt kezdődtek a bejelentések, hogyha nyomon követte a sajtóban, a médiában az elmúlt hetekben, napokban már nagyon sokat cikkeztek, nyilatkoztak arról, hogy Andy Vajna meg fogja venni a TV2-t, de megmondom őszintén, hogy mi ezt nem vettük igazán, hogy mondjam, komolyan beendő közleményeknek. Tehát a szándékról tudtunk, de hogy gyakorlatilag ez mikor realizálódik, arról nem voltak ismereteink. És beszélt azóta a két érintettel, a két ön által visszahívott ügyvezetővel, Ivon Dedrikkel és Simon Zsolttal? Erről most nem nyilatkoznék, hogyha megengedi. Világos, hát arról nyilatkozik, amiről természetesen szeretne. Csak kíváncsi vagyok, vagy lettem volna, hogy egy ilyen helyzetet hogyan lehet tisztázni. Mik a tervei önnek a TV2-vel? Erre per pillanat nem tudnék önnek válaszolni, tehát ezt is az elkövetkező napok megbeszélései és fejleményei fogják eldönteni. Na de hát egy pár nap múlva nagyon szívesen állnék a rendelkezésére, hogyha igazságosodnak az elképzelések. Hogyne, élni is fogunk vele. Csak hát ön egy nagyon-nagyon üzleti életben jártas üzletember, szakember. Hát akkor miért vette meg a TV2-t? Azt hittem, hogy már, tehát hogy régóta fájt rá a foga, mert hogy ezt és ezt és ezt szeretné vele tenni. Igen, nyilvánvalóan vannak elképzeléseink, de hát az első dolog nyilvánvalóan ott kezdődne, hogy tisztába kéne jönni a TV2 jelenlegi anyagi helyzetével, milyen szerződéses kötelezettségek vannak, mi történt az elmúlt időszakban. Csak ennek ezeknek az ismereteknek a birtokában lehet arról nyilatkozni, hogy merre tovább, és hogy milyen koncepció mentén szeretnénk működtetni tovább a TV2-t, de ez eltökélt szándék, hogy tovább működjön a jelenlegi formájában a csatorna. És azt tudja, hogy milyen állapotban vette meg? Nyilván tudja. Adóssága van a TV2 csoportnak? Igen. Igen? Igen, igen, igen. Összegszerűen? Főleg a stúdiók felé, tehát az amerikai stúdiók felé állt nem több milliárdos nagyságrendű adósságállomány. És ez így is jó üzlet? Szerintem igen. Hogy? Szerintem igen. Aha. Hát ez már csak ilyen álombéli kérdés, már úgy álombéli, hogy álmaimban válaszol majd rá, de valószínű, hogy nem fog. Elárulja, hogy mennyire vette meg? Nem, ez is az üzleti titok. Sejtettem, hogy ez költői kérdés marad. Akkor, hogyha a tervek megvannak, hogy hogyan lehet a TV2-t ezek szerint tovább üzemeltetni, az adósságot letudni, akkor várjuk és kíváncsian hallgatjuk, hogy mik a tervei. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést. Én köszönöm. Viszont köszönöm, viszont hallásra, viszont látásra.